csapjunk is bele a témáink, beszéljünk a témáinkról. Kicsikért meg fogunk foglalkozni a Quadro videókártyákkal. Itt már össze is raktam egy ilyen két Quadro videókártyás témát. Mondjuk ezzel túl sokat nem fogunk foglalkozni, mert marha jól néz ki, de a gyakorlat azt mutatja, hogy marha jól nem működik. Úgyhogy, de azért megnézzük, mert jó pofa, úgyhogy fogunk ezzel foglalkozni. Aztán a másik, amivel fogunk foglalkozni, tudom, hogy szeretitek az ilyen old school cuccokat, úgyhogy van itt a táska, ezt most hoztam be, aztán ezt is jól meg fogjuk nézni. Ma menjen az ajándék, nem az ajándékokat, majd jövő hét hétfőn fogjuk kérni, akkor kell majd küldeni, addig nem kérünk ajándékot, úgyhogy ahogy szoktam mondani, spórolgassatok, gyerekek, ne küldjetek ajándékot, majd jövő hét hétfőn. Szóval megnézzük, hogy ebbe a táskába mi van, illetve ugyebár a kuka szökevény PC-vel is fogunk foglalkozni, amit a múltkor már elkezdtük telepítgetni, és kicsikét folytatgatjuk, illetve szereztem hozzá cuccokat, készültem mindenféle jósággal, hogy elkezdjük építeni a gépet, úgyhogy ha úgy alakul a dolog, akkor ma már szerintem lehet jelentkezni erre a számítógépre. Ugye tudjátok, hogy a prémium tagokat, ezzel szeretném meghálálni a prémium tagságukat, hogy kiosztom ezeket a gépeket, miután már nincsenek ennyire lepukkanva. Hát most eléggé le van pukkanva, viszont a P1-es laptoppal mi lett? A P1-es laptopot én azt már tovább is küldtem egy úriembernek, aki szerette volna ezt a gépet megvásárolni, ezt jól megvásárolta, és az már tovább ment, de miután tudom, hogy szeretitek az ilyesmit, ezért meg fogjuk ezt a gépet is nézni. Na, hát akkor kezdjük is el szerintem a műsort, méghozzá akkor legyen mondjuk az, hogy megnézzük ezt a táskát, hogy mi lapul benne. Még a jó múltkorjában is még mindig itt van még ez az IO kártya, ezzel nem foglalkozunk, félretesszük, ezt már ki kell venni. Ez Snake-nek a laptopja, amit mindig csak ígérgetem, hogy meg kell csinálni, aztán sose csináljuk meg, úgyhogy ezt is félreteszem, mert megint el fog maradni a dolog. Nézzük meg tehát, hogy mi van ebben a jóféle kis táskába. Ezt ma hoztam be a kamrából. Hát mi más egyértelmű, szerintem mindenki tudja, hogy laptop van benne. Gyerekek, osszátok meg a live-ot, minél többen ide találjanak így a péntek esti live-ra, mert ráadásul most nem kettő, hanem legalább három témával is készültem nektek. Jöjjenek ide a jó népek, azt akkor majd repülhetnek az egerek. De lehetséges, hogy még több témánk lesz, majd meglátjuk, hogy meddig és mire fogunk jutni. Szóval, hát mi más lenne benne, van itt egy, de rohadt nehéz, egy gyönyörű szép old school laptop van itt. Úgyhogy ezzel is fogunk most foglalkozni, egy kicsikét megismerkedünk vele közelebbről. Múltkor láttam, illetve úgy éreztem, hogy a Pentium 1-es laptopot szívesen nézegettétek, úgyhogy ezért gondoltam, hogy egy kicsikét szintet lépünk, és foglalkozunk akkor ezzel a géppel. Na, de nem olyan nagy szám önmagában ez a laptop, de ha már is azt nézzük, hogy megvan a gyári kézikönyve, akkor úgy már is mennyivel menőbb. Nem, mint hogy olyan hűde nagy szám lenne ez a kézikönyv, mert igaziból nem, de mégis elmondható, hogy megvan a kézikönyve, úgyhogy már így egy kicsikét már is jobban néz ki a mutatvány. Köszönöm szépen a megosztásokat, köszönöm az ajándékokat, ne felejtsétek, nem kell küldeni ajándékot, azt majd jövő hét hétfőn kell küldeni, az lesz az ajándékos nap, ha még valaki esetleg nem tudná, sose szoktunk kérni ajándékot, nálunk ajándék nélkül is megy a műsor, de ha szeretnél küldeni, akkor egy napon kell küldeni, ami majd a jövő hét hétfő lesz. Szóval nézzük meg egy kicsikét közelebbről ezt a laptopot, rá van írva, hogy Artist, hát én meg ilyen laptopról nem hallottam, viszont nagyon-nagyon egybe van, Artist laptop by Maxdata, made in Germany, szóval ez valami belpiacos német cucc, és hát nagyon-nagyon szép állapotban van a gép, egy hajszál karc nincsen rajta, nemhogy repedés, se karc, se kopás, semmi. Úgyhogy azért gondoltam, hogy ezt szívesen megmutatnám nektek ezt a gépet. Nézzük meg egy kicsikét közelebbről. Az egyik oldalán van egy klasszik CD-ROM, van benne PCMCI foglalat, fölötte van egy infraport. Ha megnézzük a gépnek a hátulját, akkor találhatunk rajta egy PS2-es portot, van rajta párhuzamos port, soros port, kettő darab USB, az old school laptopokon azért ez elég jó dolognak, elég nagy dolognak számít. Van rajta egy nagyon-nagyon spéci csatlakozó, ez egy ilyen dokkoló féleség lesz rajta. BRSK-ra vele, hát figyeljél, annyit mondok, hogy BRSK-n csillió ilyet fogsz látni, úgyhogy természetesen alap, hogy ilyen gépet, ha eljöttök majd a BRSK-ra, nem csak megnézhettek, hanem ki is próbálhattok. Van rajta egy DSAP csatlakozó, és még van rajta egy RCA TV kimenet is. Hát azért ez nem egy mindennapi dolog, nem mintha olyan túl sok mindenre jó lenne, de nem baj, elmondható, hogy van rajta egy ilyen is. A gépnek a másik oldalán van egy jóféle 56K-s fax modem az internetezéshez.
van rajta egy csomóféle hang ki és bemenet, mikrofon ki és bemenet, illetve az old school floppy meghajtó is megtalálható benne. Aztán van itt rajta egy ilyen kis gombocska, amit ugye retesz, amit hogyha elhúzok, akkor elvileg valahogy szét is lehetne szedni a gépet, ki lehetne szedni belőle a vagy a CD meghajtót, vagy a floppy meghajtót, hát most ezzel nem foglalkozunk, minden esetre ilyet is ki tudod szedni. Na de milyen kis gép ez konkrétan? Hát itt a címkén már elég sok minden árulkodik, hogy ez bizony egy Pentium 2-es számítógép. Hű, de sokan vagyunk a live-ban. Úristen, mit kezdek én ennyi emberrel? Nyissuk fel, nézzük meg akkor közelebbről. Iszonyatosan erősek a zsanérjai, nézzétek meg, hogy bárhogy tartom, megáll. Úgyhogy tényleg hiába egy 25 éves gépről van szó, ez kb. 0 perces, tehát életben nem volt használva, nem tudom, hogy hogyan lett így ilyen gyönyörű szép állapotban megőrizve, de hát látható, hogy a zsanérja is tényleg tökéletesek. És hát akkor elénk tárul a kijelző, illetve maga a billentyűzet, és hát ugye az a baj, ez nem adja vissza, de iszonyatosan jó a gombjainak a nyomáspontja, jó, tehát nem mechanikus természetesen, de jó érzés nyomkodni a gombokat, kellő visszacsatolás van a gombok irányából, hogy az adott gomb le lett nyomva. Van rajta egy klasszikus touchpad, illetve a touchpadhoz a hozzá tartozó jobb és bal klik. Aztán van még itt egy hangerő szabályzó, ami megint egy picikét érdekes dolog, és ezt egy kicsikét szeretném közelebbről is megmutatni, mert nem egy mindennapos dolog egy ilyenfajta hangerő szabályzó, egy ilyen billenő kapcsolóval van megoldva, lehet felfele-lefele nyomkodni, egy ilyen kis vagy billenő gomb, úgyhogy így lehet szabályozni a hangerőt. Érdekes, hogy nem az oldalán van, meg nem billentyűzetről kell szabályozni, hanem ide lett egyből ide rakva. Multimédiás, szóval ez egy multimédiás gép. Hát a billentyűzet mi más? Német nyelvű, hát természetesen német nyelvű, de hát jó van az, gyerekek, hát most nem kell itt izézni mindig magyar billentyűzet, úgyis játszani fogunk rajta, hát mi más használnánk rajta, mint hogy játékra fogjuk használni, úgyhogy teljesen mindegy, hogy milyen kiosztású a billentyűzet. Olyan sokat nem fogunk amúgy ezzel a géppel foglalkozni, mert még azért eléggé sok mindent kell vele csinálnom, de hát gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy majd ezt a gépet is jól fel kell szoftverezni. Úgyhogy, hát kapcsoljuk is be szerintem. Természetesen az akkumulátora nem a top állapotú, úgyhogy ebbe a gépbe van benne amúgy akkumulátor, milyen meglepő. Azt sem tudom, hogy hol van benne az aksi. Lehet, hogy ez az eleje, ez az egész. Aha, szerintem ezzel a kis retesszel magát az aksit lehet kivenni valahogy. Aha, igen, ez az akkumulátora, úgyhogy hát erre is most sikerült rájönni. Szóval itt van benne az akkumulátor, megvan az aksia. Természetesen már nem működőképes, úgyhogy ezt most ide visszatesszük, hogy könnyebben azért megrögzítse a gépet, ne bukjon orra. Úgy visszatoljuk, van még az akkumulátoron egy ilyen kis gombocska is. Ez meg szerintem arra szolgálna, hogy itt lenne egy ilyen kis visszajelző LED sor, és azzal tudnád megnézni kikapcsolt állapotba, hogy mennyire van feltöltve az akkumulátor. Na, hát dugjuk be akkor a konnektorba, adunk neki kakaót, és kapcsoljuk be a gépet. Na, elindul a ventilátor, a jó zajos a ventilátor. Na, gyerünk. Beáll a ventilátor. Quiet boot, tessék, quiet boot. Ez nagyon-nagyon quiet volt a gép. Bejelentkezik a BIOS. Érdekesség, hogy teljesen gyári BIOS. Mármint a BIOS-nak, na még egyszer esünk ennek a mondatnak. Érdekes, hogy ennek a gépnek olyan a BIOS-a, mintha egy asztali PC lenne. Energy Star logó rajta, American Megatrends, ami BIOS található a gépen, ami szépen itt bejelentkezik, hát mondja, hogy a CMOS Settings Wrong, ugye le van merülve az alaplapi elem, de ettől függetlenül egy F2-vel tovább tudjuk léptetni a gépet. Azt mondja, hogy hoppácska, Pentium 2 300 MHz, 64 MB memória. Azt mondja, hogy 1999-es a BIOS-a, úgyhogy hát az nagyjából ilyen 99-2000-es körüli lehet ez a laptop. Na hát akkor azt nyomjunk egy F2-t, és akkor nézzük is meg, hogy Linuxot mit futtat. Hát mi más futtatna? Természetesen Windows-t fog futtatni. Figyelj! Ott a Windows Millennium logó, kérem szépen. Windows Millennium van itt, tehát annál jobb operációs rendszer nincsen. Szépen német nyelven, már itt valamit ki is ír nekünk, köszönjük szépen ezt a sok hasznos információt németül.
aztán már tölt is, van szépen merevlemez visszajelző LED, ami mutatja a töltést, a töltés aktivitást, pirosan villog az akkumulátor, hát hogy nem igazán van top állapotban, hát jó, hát ezt eddig is tudtuk, de hát nem is az a célja ennek a gépnek, hogy akkumulátoros üzemidőről kiköhögjön 10-20-30-40 perceket vagy órákat, úgyhogy na, haló, buködj, a 64 MB memória annyira nem túl sok a Windows Millenniumnak, de, azaz kérem szépen is van már a Windows Millennium TFT kijelzős, szóval játékra tökre alkalmas a gép, mindjárt összeszedi magát, aztán mindjárt folytatjuk a kis kukaszakevényünkkel, és ne felejtsétek el, ezt is fogjuk építeni, aztán mai nap folyamán, ha minden igaz, akkor már talán gazdát is fogunk neki keresni, úgyhogy érdemes nézni a műsort. Azt mondja, hogy valami frissítés folyik, ezen még a gyári német Windows van rajta. Megmondom őszintén, hogy én ezt nem akartam lecserélni róla, mert hát jó volt, működőképes volt, nem akartam bántani a gyári Windows Millennium operációs rendszerét ennek a gépnek, mi a francot telepítget. Na jó, addig, amíg telepítget, sziasztok, gyertek, örülök, hogy még most is jöttök a live-ba. Minél többen osszátok meg a live-ot, légy szíves, hogy jöjjenek ide a jó népek, mert nagyjából nézőszámban negatív rekordot fogunk dönteni. És egyszerűen nem tudom, hogy miért nem jönnek az embereket. Nem érdekel titeket a jóféle Pentium 2-es laptop. Érdemes nézni, mert hát ilyet nem mindenhol látsz, főleg úgy, hogy játszani is fogunk rajta egy kicsikét. Na jó, addig, amíg ez összeszedi magát, addig folytassuk egy kicsikét ezzel a kvadrós témával. Hát megmondom őszintén, hogy ez kicsikét jobban néz ki, mint amit ti gondoltok, mert mint látható, van benne kettő darab Nvidia Quadro FX 5600-as videókártya, amit SLI-be kötöttem össze, ugye erről már a múltkor beszéltünk, illetve teszteltük ezeket a kártyákat, Quadro FX 5600, lényegében a GeForce 8800 GTX, illetve a 8800 Ultra között helyezkedik el teljesítménybe. Ugye tudjuk, hogy nem játékra vannak a Quadrók, de attól függetlenül játszani is lehet vele. Van rajta SLI csatlakozó is, ami segítségével elvileg SLI-be lehet kötni, viszont hát a gyakorlat azt mutatta, hogy mégse. Délután küzdöttem vele elég sokat, na jó, hogy annyira sokat nem, mondom, hát, hogyha sikerül beüzemelnem az SLI-t, nem sikerült, de azért jól megnézzük, aztán mindjárt elmondom, hogy miért. Nemes egyszerűséggel azért, mert ez kifejezetten Quadro SLI-t támogat ez a kártya, és ezt csak úgy nem tudjuk bekapcsolni a driveréből. Erre vannak különböző megoldások, ki lehet kerülni, de egyelőre még nem sikerült megcsinálni, de azért megmutatom, hogy mire is jutottam vele. Van ez az úgynevezett Windows 7 alatt is futtatható Hyper SLI nevű túlocska, amivel meg lehet csinálni, hogy olyan alaplapokba is futtassál SLI-ben videókártyát, ami igaziból nem is támogat SLI-t, értsd Intel-es chipsetes alaplapba is, ahol csak a Crossfire támogatott, ott is ugye elvileg elérhető az SLI, illetve a Quadro kártyákhoz is ez kellene, hogy tudjuk a SLI-t bekapcsolni, és ezt a játékokba használja is a rendszer. Hát én ezt szépen feltelepítettem, de hát sajnos ez önmagában még kevés, mert nem mindegy, hogy milyen drivert használunk hozzá, úgyhogy még én ezen a részen fogok egy kicsikét még csiszolni. Tudom, hogy szeretitek a szívós live-ot, de valószínűleg mire ebből lesz működőképes dolog, addigra már jövő hét lesz, és majd én szépen ki fogom kísérletezgetni, úgyhogy meg szeretném mindenképpen csinálni. Minden esetre tök menő. Igen, gépről megy a stream, ezt jól látod, gép, vagy hát jól gondolod, gépről megy a stream, és nekem tetszik a P2 laptop is, remélem. Elindult, remélem, hogy meg fogom tudni mutatni és összeszedni magát, elindult, úgyhogy mindjárt visszatérünk arra a gépre is. Szóval Nvidia Quadro FX 5600, hardveresen megvan az SLI, szoftveresen meg nincs, nem tudjuk bekapcsolni, viszont hát legalább jól néz ki. Fel lett telepítve ez a Hyper SLI Control Center, egy szépen be van kapcsolva, engedélyezve van a Hyper SLI státusz, és hát igaziból innentől kezdve jönne az, hogy hát bekapcsoljuk az SLI-t, de sajnos nem jelenik meg a menü, nem tudom bekapcsolni, physics konfiguráció beállítása, kikapcsolom a háttérfényt egy kicsit, hát hogyha jobb lesz, és itt nincsen sajnos olyan, hogy SLI mód, viszont egy csomó minden mást be lehet állítani, hogy látja a kettő videókártyát a Windows 7, viszont hát magát az SLI-t még egyelőre nem tudom bekapcsolni, viszont helyette van ilyen, hogy rendszer tropológia megjelenítése, hát ilyen dolgokat még én nagyjából SLI mód tiltva.
hát itt tök szépen kiírja, hogy eseri mód tiltva. Szóval látná ő, hogy mit is szeretnénk elérni, de nem tudjuk bekapcsolni az eselit sajnos. Úgyhogy hát egyelőre ezzel itt idáig jutottam, de dolgozok rajta. Mindegy, ennek ellenére futtassunk le egy 3D Mark 06-ot, méghozzá azért, mert ugye ígértem nektek a múltkori live-ból egy olyat, hogy össze fogjuk hasonlítani a GeForce 8008 GTX-el, úgyhogy itt van egy Point of View 8008 GTX, ez egy full hibátlan kis kártya, úgyhogy ezzel meg fogjuk nézni, hogy mi a különbség teljesítményben a Quadro FX 5600 és a 8008 GTX között, úgyhogy itt szépen elindítjuk rajta a 3D Mark 06-ot, aztán amíg ez pöfög, addig kicsikét visszatérünk a Pentium 2-es laptopra, és foglalkozunk utána a kukaszökevény géppel is, úgyhogy amúgy tolja mind a két kártya elég rendesen a levegőt. Hát jó, mondjuk valószínűleg tényleg csak a bal kártya. Hát nem, amúgy mind a kettő kártyán érzem a terhelést, jó, biztos, hogy nem működik az eseli, úgyhogy biztos, hogy ráküldi a kakaót elég rendesen a kártyákra a gép, de a számításba nem dolgozik bele, de akkor is pusztuljon meg fogjuk csinálni, aztán majd jó lesz nekünk egyszer valamikor. Sőt, igaziból én azt mondom, hogy kevesebb az FPS, mint aminek kellene lennie. 30-40 FPS-eket dobál, de valójában szerintem ennek ilyen 70-80-at kéne kiköhögni. Úgyhogy a problémás gyerekek, Quadro kártyával ne akarjatok eselit építeni, mert annyira nem buli, kicsikét szívós a dolog. Osszátok meg, légy szíves a live-ot, aki még nem tette meg, köszönjük szépen, szóljatok szomszédnénének, szomszédbácsinak, jöjjenek ők is, nézzék a műsort, mert egy nem működő Quadro eselit lehet megnézni, hát ilyet tuti, hogy nem látsz máshol a TikTokon, csak itt nálunk a BRSK Official-on. Na, menjünk is vissza, nézzük meg ezt a jóféle Pentium 2-es laptopot, amin Rundi LL 32 hibát észlelt. Haha, Windows Millennium! Hát szeretjük a Windows Millenniumot, már dobálja is be nekünk itt a különböző hiba üzeneteket. Szóval betöltött a operációs rendszer Windows Millennium személyébe. Nagyon-nagyon jó a gépnek a billentyűzete, nagyon-nagyon karcmentes, tényleg minthogyha új lenne. Amúgy jelzi a gép, hogy tölti ő az akkumulátort, de hát sajnos 0%-ot mutat. Érdekesség, hogy ebben az időben a jobbfajta laptopokban legalább az nem igaz, tehát akár kettő vagy akár három akkumulátort is bele lehetett helyezni. Volt olyan, amiben hármat is bele lehetett helyezni, manapság meg sok esetben egyet sem, mert az is beépített, úgyhogy ebbe a gépbe is amúgy elvileg két akkumulátort bele lehet helyezni. Ugye ez többnyire úgy nézett ki, hogy az optikai meghajtó helyére lehetett bepattintani, azt kiszedted, a CD meghajtót helyére egy plusz szaksit belerakhattál, aztán már is 5 kilós volt a gép, tehát egy igazi dög volt. Viszont sokáig bírta akkumulátorról. Szóval ez a gép egy Pentium 2 300 MHz-es processzorral van. Spile. Oda nézzék, kérem szépen, mennyi játék van rajta. Szóval ezen a gépben, mit is akartam mondani, 64 MB memória van, ami nem valami hű, de sok, viszont cserébe kevés. A Millenniumnak elvileg 32 MB memória elég lenne, viszont ezen van mindenféle gyári Microsoft feltelepítve, meg Norton antivírus, ugye szerencsétlen gépet legyilkolja a plusz cucc, úgyhogy érezni, hogy egy kicsikét kevés a 64 MB memória, úgyhogy de majd én ezeket le fogom róla pucolni, sőt még Firefox is van, Windows Millennium alá Firefox is van, kérem szépen, tehát ezek marhára nem erre a gépre valók, úgyhogy majd ezeket le fogom róla pucolni, aztán készen lesz hamarosan a retro Pentium 2-es laptop, ami egy, milyen márka is volt ez? Artist Pentium 2-es laptop. Dicsértessék, túl jók vagyunk, hát na ná, hogy túl jók vagyunk. Gyertek srácok, nézzétek a műsort, aztán majd valamit kihozunk ebből az egészből. Remélem, hogy ezért egy kicsikét többen is leszünk. Hát most éppen a GTA 2-t szerettem volna bemutatni, cserébe, hát dolgozik. Na jó, majd egyszer el fog indulni. Úgyhogy térjünk is addig át a kukaszökevény gépre, amiben sok szívásnak lehettek tanúi. Tudom, hogy szeretitek a szívós live-okat, ez is egy kicsikét ilyen lesz. Na, hát ugye, aki esetleg nem tudná, bár szerintem mindenki tudja, elkezdtük ezt a kis 486-os számítógépet gatyába szedni, és hát egész jól haladunk vele, már megint nem hoztam hozzá egeret, állíts esze meg, mindent hoztam kivéve egeret, ugye van rajta soros port, amire rá lehetne dugni a soros portos egeret, illetve van az alaplapon tüskesor formájában PS2-es port is, tehát elvileg PS2-es egeret is rá lehetne dugni, itt van amúgy a tüskesor neki, viszont hát ugye a saját PS2 port kivezetés kellene hozzá,
Ami, hát jó kérdés. Biztos, hogy van egy csomó ilyen kivezetésem, de hogy melyik való rá, melyik nem, mindegyik más szabvány volt, hogy ezt tudom, úgyhogy na mindegy, a lényeg, hogy soros sport elvileg arra rá lehet dobni az egerenki szerkentyűt. Múltkor 8 megabyte memória volt a gépbe, úgyhogy én ezt most, hát figyeljetek, bevicsük meg! Mi baj lehet? Hoztam memória modulokat, azt mondja, hogy hát így belemarkoltam az egyik memóriás dobozomba, aztán kiszedtem pár darabot belőle, ugye ezeknek elvileg FPM moduloknak kellene lenni, van itt árában írva, hogy 8 megabyte, úgyhogy már ezzel akár egy kicsikét több memóriánk is lehet, van itt egy 16 megabyte-os modul is, meg egy lövésem sincs, hogy mekkora. Na jó, nézzük meg, akkor ez 8 megabyte elvileg rá van írva, nézzük meg, hogy tényleg 8 megabyte-os illetve, hogy lekezeli-e az alaplap. Ugye erre rá volt írva, hogy 16 megabyte edó, meg rajta egy smiley, aztán tudjuk, hogy marhára nem 16 megabyte, hanem 4 megabyte-os. Mindegy, nem tesszük messzire, de bevágom a gépházba, mert legalább tudom, hogy ezzel elindult a gép. Közben visszatérve a Pentium 2-es laptopra, hát figyelj, GTA 2, itt van a GTA 2 Manager, azaz be tudod konfigolni, hogy mit is szeretnél. Direct 3D, gyerekek, hát mondtam én, hogy gamer, 3D-s videókártya van a gépben, tehát innentől kezdve gamer. Mert hát tudunk rajta játszani. Méghozzá, ha jól emlékszem, ebben egy Ati Ridge videókártya van, ami nem váltja meg a világot, de azért a semminél több, úgyhogy lehet rajta korabeli 3D-s játékot játszani. Ati Ridge LT Pro 2x RGB-vel, úgyhogy elvileg ezzel azért az korai Auto Protect deaktivírem, na a Norton-t kilőjük, ne fog egye meg itt a rendszerünket. Szóval elvileg ezen korabeli játékokat úgy nagyjából 98-ig, talán 99-ig bezárólag tudunk játszani. Úgyhogy na hát indítsuk is el a GTA 2-t. Most rányomtam, vagy nem nyomtam rá? Rányomtam, most már rányomtam. Na, összeszered magad, tesó. Jó, hát egy kicsit megint várni kell, amíg összeszedi magát. Tényleg egy kicsikét meg kell pimpelni, mert 64 megabyte memóriával. Na hát akkoriban így indult egy számítógép, ugye ez még jobban visszaadja a feelinget, hogy a lassúság is megvan hozzá. Hát már, még jobban adja a feelinget. Úgy feljebb toljuk majd a hangerőt, kicsit megnyomkodjuk a hangerőgombot, és van-e, azt mondja, hogy van eladó gépen, majd megveszem, mert nem veszek meg sem, nem szoktam nagyon megvenni, vagy maximum, hogyha tényleg olyan jön velem szembe, ami még nincsen, de az már eléggé ritka. Viszont ingyenes felajánlásokat szívesen fogadunk, amiket tovább osztogatunk. Na hát mondom, itt már indul is a GTA 2, kérem szépen. Amiket tovább osztogatunk, ugye én is ingyen adom ezeket a gépeket, úgyhogy hát éppen ezért én is elsősorban felajánlásokra várok, hogyha esetleg valakinek van, ne dobjad ki, hanem add nekem, aztán megmentjük, és kukaszökevényből egy csodálatos gép lesz majd egyszer valamikor. Na nézzük meg a GTA 2-nek a videóját, mert az tök jó, úgyhogy ezt meg kell nézni. A GTA 2 videót mindig meg kell nézni, gyerekek! Igen, Veszprémbe fogok menni vasárnap piacolni. Meglátjuk, hogy milyen kincseket fogok találni. GTA 2-nek volt a legjobb videója szerintem abban az időben, és magát a játékot is tényleg az intrója adta el. Eléggé sok embernél csalódást okozott maga a játék, mert a GTA 1-hez képest nem volt egy akkora előrelépés. Gondolok itt a grafikára, meg a színvilágra, a kis szaggatás. De ennek ellenére szerintem az intrója sokat dobott rajta. Ezt megnézted, eldobtad az agyadat, és már is a gyengébb játékkal is szívesebben játszott az ember. Na. Szegény merevlemez meg majd megszakad, úgy dolgozik. Végre Bacsismester live, yes! Köszönöm szépen az elismerést, osszátok meg a live-ot, bár szerintem ez a mai nap ez ilyen, így fog lemenni, hogy 80-an vagyunk bent. Na, amíg ez így összeszedi magát, nyomjuk egy play-t. Addig térjünk vissza a kukaszökevény gépre. Összeszedti ez magát egész jól.
Na, GTA 2, kérem szépen, 1999-ből. Ennek a játéknak amúgy egy 233 MHz-es Pentium MMX a gépigénye, 32 MB memóriával, és egy bármilyen alap, de 3D-s videókártya kell neki. Na, nézzétek meg, amúgy egész jól fut, hát vannak belaggolások, de mondtam, az a memória miatt van, viszont tényleg folyik a játék, 640, úgy de gyors volt, majdnem elcsapott, 640x480-as felbontással, aztán már meg is kérem szépen. Hát gamer, gamer, mondtam én, hogy gamer. 99-es GTA 2, mint az álom, úgy megy rajta. Na, hát ez ilyen. Na, foglalkozunk a kukaszakevénnyel, gyerekek, mert most már nagyon szeretném befejezni ezt a gépet, illetve nagyon szeretnék neki gazdát találni. Remélem, hogy a prémium nézőim itt vannak minél többen, mert ők tudnak jelentkezni erre a gépre. Szóval ott jártunk, hogy memóriát kellene belepattintani, kivettük az egyik 4 MB-os modult, most pedig jön a, hát ez egy 8 MB-os modul, nézzük meg, hogy felismeri-e a gép, illetve lekezeli-e egyáltalán. Hogyha igen, akkor elvileg most 12 MB memória lesz a gépbe, majd mindjárt lesz videokártya bővítés is, ugye aki nézi a műsort folyamatosan, láthatta múltkor azért voltak kisebb grafikai hibák ezzel a videokártyával, lehetséges, hogy egy újraillesztés megoldaná, de hát az a biztos, hogy kicserjük egy erősebbre. PCI-os videókártyákat hoztam, majd jól megszavazhatjátok, hogy melyiket rakjuk bele. Kapcsoljuk be. Na, nézzük a monitort. Ahó. Ott vagyunk, kérem szépen, 12 MB memória. Akkor ezt a 8 MB-osat látja. Nagyon jó, lekapcsolom a gépet. Azért, mert 12 MB memória jó, de nem elég jó. Úgyhogy most azt fogjuk csinálni. Azt fogjuk csinálni. Ez volt a 8 MB-os. Ú, még optikai meghajtót is fogunk belerakni. Ami szintén a Kamu 16 MB-os memória. És akkor a 8 MB-osat betesszük az első slotba. Elvileg akkor van fixen 8 MB memóriánk. Aztán én még kukáztam itt össze még másik kettő modult. Remélem, hogy ezek között, hogyha legalább az egyik 8 MB memória, akkor már lesz 16 MB memóriánk. Na, pattítsuk is akkor ezt a modult bele. Mi van erre ráírva? 1995 május. 95 májusi memória. 95 májusban már voltak 8 MB-os memória modulok, úgyhogy bízzunk benne, hogy most 88-16 MB memóriát fog kapni a gép. Megint bekapcsoljuk a tápegységet, aztán ha megvan a memória bővítés, a tápegység vissza fog költözni a helyére. Pittyenés! Nézzük a képernyőnket, és bukta, 12 MB-ot lát még mindig. Jó, akkor az nem nyert. Akkor viszont én már tudom is, hogy hogy lesz. Erre rá van írva, igaz, hogy fűsztollal, aztán ez meg vagy valid, vagy nem valid, hogy 16 MB. Viszont milyen érdekes, hogy erre is rá van írva, hogy 16 MB, és 4 MB-os, meg erre is rá van írva, hogy 16 MB, és nem tudjuk, hogy mekkora a kapacitási rag, viszont szögre ugyanúgy néz ki. Ide is rá van írva, hogy 16 MB. De hát kétszer ugyanoda oda nem üt a ménykű, tartja a mondás, szóval bízunk benne, hogy erre ténylegesen azért van ráírva 16 MB, mert ténylegesen 16 MB memória. És akkor 8 meg 16, 24 MB elképesztő mennyiségi memóriánk lesz, ami nagyjából ebbe a gépbe szerintem reális is, úgyhogy annyinak jó, elégnek kell lenni. Kapcsoljuk is be. Nézzük, nézzük. Pittyenés. És ott is vagyunk, kérem szépen, 24 MB memória, 133 MHz, és ott van a Quantum Pioneer és a Plextor DVD meghajtó. Úgyhogy na, és akkor folytassuk a Windows 95 telepítést, mert ugyebár múltkor odáig jutottuk, hogy elkezdtük a Windows 95-öt telepíteni. Várjon, amíg a telepítő frissíti a konfigurációs fájlokat, egy-egy textúra hiba befigyel, ez néhány percet vehet igénybe. Na jó, hát akkor addig, amíg ez a gép töltöget, így most már 24 MB memóriával, talán gyorsabb lesz a telepítés is, úgyhogy most őt egy kicsikét itt hagyjuk, ránézünk
a GTA 2-es gépre, mármint a Pentium 2-es laptopra, ami a GTA 2-t futtatja, úgyhogy látjátok, hogy gamer, betöltött a játék, most már nem is szaggat, gyönyörű szépen folyik a játék, és akkor hát indítsunk el rajta valami mást, ne csak a GTA 2 menjen rajta, tudom, hogy nem szeretitek sokáig nézni a játékokat, úgyhogy annyira nem is fogunk játszogatni, viszont ebbe-abba mindig egy kicsikét belenézzünk, úgyhogy, vagyis volt végé a csere 133-os MHz-esben, nem volt, pont az előbb mondtam el, hogy miután összeáll egy kicsit a gép és felmegy a Windows 95 rá, cserélni fogunk videókártyát, úgyhogy majd jól megszavazhatjátok, hogy mit szeretnétek, hogy belerakjunk, vannak itt különböző videókártyák, úgyhogy ezek közül lehet majd választani, úgyhogy ki fogjuk cserélni. Fájlok frissítése kész, a Windows betöltésének folytatása, szóval úgy néz ki, hogy tényleg megy a telepítés, hallom is, hogy dolgozik a merevlemez, úgyhogy talán jók lesznek ezek a memória modulok. Így már akkor ott vagyunk, hogy a 24 MB memória megtalálható a gépbe, úgyhogy teszi a dolgát, szerintem össze fog ez állni, úgyhogy innentől kezdve akkor hivatalosan is jelezném a kedves prémium tagoknak, hogy aki szeretné ezt a gépet ingyen megkapni, miután működőképes lesz, jelentkezzen privát üzenetbe itt a TikTokon, aztán, hogyha többen vagytok, akkor ki fogom sorsolni, de elsősorban, mint mondtam, a prémium tagok jelentkezzenek, és akkor ők megkaphatják ezt a kuka szökevényt, miután gamer számítógép lett belőle. Hát ugye látszik, hogy itt azért több probléma van, még mindig szemetel a videókártya elég rendesen, egeret nem talál, persze, hogy nem talál, mert nincs rajta rádugva egér, úgyhogy nyomunk egy entert, és hát még itt még mindig a telepítő malmozik, úgyhogy ezt a gépet egyelőre még mindig így, hát azért látjátok, dolgozik, most megint homokóra van, hagyjuk, hogy a telepítés tovább menjen, és bízunk benne, hogy végig fog menni, beállítja az esetleges plug and play eszközöket a Windows 95-nek a telepítője, úgyhogy szépen teszi a dolgát, száguldozik itt az operációs rendszer, úgyhogy megutóbb lesz belőle valami, szóval én azt mondom, hogy talán ez a gép jó lesz, a textúra hibák miatt egy kicsit aggódok, de remélem, hogy a videókártya csere ezt is meg fogja oldani, és akkor utána csak az egészet össze kell lapátolni, és már is készen van a retro 486-os számítógép, ami egy hát 486-os kaliberen belül is ez egy sleeper, mert ez inkább egy 286-os számítógépház, kap majd egy CD-olvasót, azzal is készültem, úgyhogy szerintem ma még el is fogunk odáig jutni. Hoztam egy belevaló meghajtót, egy ilyen szép, ráadásul ez egy CD-író. Na jó, nem mint hogy olyan sokat fogunk rajta CD-t írni, de szerintem ez egy színbe nagyjából illik is a gépházhoz, úgyhogy ezt fogjuk majd belepattintani, és akkor hamarosan el fog készülni ez a gyönyörűséges old school retro gamer számítógép, floppy meghajtója működik, úgyhogy természetesen úgy fogom odaadni, hogy minden funkciója működik a gépnek. Na, kiléptünk közben a GTA 2-ből, nézzük, túl sok játék amúgy nincsen rajta, ezt mondom, ezt csak egy érdekességként hoztam be, hogy megmutassam, hogy van egy ilyen gyönyörű szép állapotú Pentium 2-es laptopom, amit hát majd most fogom majd szép lassan elkezdeni a konfigurálását, mert hát azért még látjátok, hogy eléggé szegényes a felhozatal rajta, még játékok terén is, meg programok terén is, de marha jó alap, szóval érdemes vele foglalkozni. Ő ez a képfrissítés, gyerekek, kérem szépen. Na, ez teszi a dolgát, Windows 95 telepíti a vezérlőpultot, úgyhogy nincsen lefagyva a gép, benne van az új 2 memória modul, egyelőre én azt mondom, hogy a memóriák azok jók, teszik a dolgokat, hogyha hibások lennének, akkor már szerintem ez kb. 100-szor lefagyott volna. A textúra hibák miatt egy kicsikét még aggódok, de ezzel nem tudok mit csinálni egészen addig, amíg a videókártyát nem cseréljük ki. És ugye ha már 486-os, ugye leginkább DOS-os játékokat fog ez a gép futtatni, de azért egy korabeli PCI-os videókártya azért szerintem bele fog férni a gépbe. Jó kis, nézzük mik vannak itt. Azt mondja, hogy ez egy kemény 1 MB-os Aristo S3 Trio. Kér egy dátum és idő beállítást, ezen kicsikét lökünk. Mindjárt kész is, mindjárt fenn van a Windows 95, gyerekek. Hát az pikpak, 24 MB RAM-mal pikpak. A telepítő befejezte a rendszer konfigurálását, újra kell indítani a gépet. Na jó, azt akkor még várjuk meg, azt akkor utána mindjárt foglalkozunk a többi projekttel is. Gyerünk már! Induljál gyorsabban, meg akarom nézni, hogy elindul-e. Nem tudom, mi a francért szemetelem, hogy időnként így be, de...
De jó van, majd cserélünk kártyát. Szóval ezeket fogjuk akkor belerakni, majd megmondjátok, hogy melyiket. Na jó, megszavazzuk itt ezzel a három szem emberrel, aki itt van a live-ban, megszavazhatjátok, hogy milyen videókártya legyen benne. Szóval van egy S3 Verge, egy S3 Trio, és egy korabeli ATI kártya, amit bele lehet választani. Hát 2 megabajtosok, illetve ez az S3 Trio csak 1 megabajtos. Viszont hát ebben a 486-osban az is bőségesen elég. Ez a mostani Trident kártya meg fél megabajtos, tehát ahhoz képest mindenképpen előre lépés lesz. Na meg, hogy nem izabuszos, hanem PCI buszos videókártya lesz benne. Na hát kérem szépen, itt van Windows 95, jóféle 16 színnel. Induljál! Na, első indulás, kicsit még matekozik. Még véglegesíti a beállításokat. Na jó van, tesókám, amíg itt véglegesíted a beállításokat. Olyan gyors, mindig elmennék, hogy akkor nézzünk valami mást, de annyira gyors a gép, annyira pörög itt 133 MHz-en, hogy amint arrébb lépnék a következő témához, már itt is van. És üdvözöl a Windows 95! Na, betöltött, működik, fel lett telepítve, 24 MB memória, na akkor... Cseréljük ki a videókártyát a másik gépbe, utána meg ebbe is ki fogjuk cserélni, és akkor szerintem ez a gép ma már szinte teljesen el fog készülni, úgyhogy ha szeretnéd, kedves prémium tag, írjál privát üzenetbe, és jelentkezhetsz ezért a gépért. Igen, még mindig lóg a bele, de live végére egész jó kis gép lesz ebből, én úgy érzem. Na, térjünk vissza a Quadro videókártyákhoz, ugye itt még ígértem nektek azt, hogy megnézzünk egy sima mezei GeForce-ot, hogy ténylegesen mi a különbség a Quadro és a GeForce között játékok alatt, és ugye elmondtam, hogy hát jó eséllyel semmi, de nézzük meg a tényleg a matekot, hogy mit is mutat. Ide szépen beleteszek titeket a telefontartóba, úgy is van, gyertek szépen kicsit közelebb. Szóval kaptunk 12.965 pontot, annyira jól nem látjátok, de én látom, és az a lényeg, és jól bemondom nektek. És 2.965 pontot, annyira jól nem látjátok, de én látom, és az a lényeg, és jól bemondom nektek. És elsősorban az, hogy a Quadro kártyán 1,5 GB memória található, GDDR3-as memória található, míg a 8008 GTX-en csak idézélesen csak 768 MB, ugye akkoriban azért ez a 768 MB is eltépesztően soknak számított. Szóval a lényeg, hogy sajnos a SLI egyelőre, és nem győzöm kihangsúlyozni, egyelőre nem működik, nem lehet bekapcsolni, de majd jól utána fogok nézni, hogy milyen driver kell ennek a Hyper SLI hackhez, és nem a balatoni hackhez, és akkor majd utána még ezzel fogunk foglalkozni. Szerettem volna ezt megcsinálni nektek a live-ra, azt akkor már a Crysis-tal tolnánk itt ezerrel, de hát sajnos nem sikerült. Amúgy ténylegesen jól gondoltam, hogy csak az egyik kártya van terhelve, így a teszt lefuttatása után már érződik, hogy sokkal-sokkal forróbb a belső kártya, a másik meg még épp csak kézmeleg se. Hát ugye beszéltük a hátlapi memóriák, ugye szintén a kártyán találtok a hátlapján is memóriák, azért van rajta ez a kis hővezető, meg merevítő is egybe, tűzforró az egész kártya, a másik az meg nem. Ez meg, hát ez épp csak langyos. Valószínűleg langyos is csak azért langyos, mert a másik kártya melegítette. Szóval 12.900 pont, 1,5 GB memóriával, most pedig hát egy klasszik Point of View 8008 GTX, ugye azért mondom, hogy klasszik, mert egy teljesen referencia hűtéssel ellátott kártya, teljesen referencia 8008 GTX, egyenesen 2006-ból, amikor ezek a kártyák megjelentek, és maguk voltak az álom, ezek a kártyák, nagyon-nagyon szerette volna mindenki, hogyha megengedhette volna magának, de hát leginkább nem engedhettük meg magunknak, úgyhogy ekkoriban még nagyon sokan a GeForce 7600 GT-vel nyomattuk, aztán örültünk annak is. De hát aztán ugye tudjuk, hogy jöttek a 8008 GTS-ek, egy picikét olcsóbbak voltak, és igaziból a komolyabb nagy karriert a 88 GT meg a 98 GT hozta el, ami elég komoly felső kategória szintű teljesítményt tudott felmutatni a nagyjából középkategóriás áron, tehát azok voltak az igazi jó kis Best Buy kártyák. Ugye hát 8008 GTX-ből nincs is manapság olyan sok, egyrészt mert nem adtak el belőle annyira nagyon sokat, másrészt meg mint mondtam, eléggé drágák voltak. Lehet nem tudtam volna jó rákábelt. Egyelőre nem érzékel jelet. Húha, na mi van már? Léci, működjél! Nem akarok beégni. Na,
most már nem tudja, melyik, jelen, melyik kimeneten kell kiküldeni a jelet. Na, még egyszer, kapcsoljuk be még egyszer. Kapcsold be, mégse. Jó, most rá van dugva rendesen a DVI kábel. Kapcsoljuk vissza. Úgy, mindjárt remélem, hogy elindul. És akkor megyünk vissza, és akkor elkezdjük a kukaszökevényt is nézni, gyerekek. Ami most már nem lesz. Nem sokáig beszélek róla a kukaszökevényként, mert nem sokára a retro gamer gép lesz abból is. Na, szépen beáll a ventilátor. És... Na, itt is vagyunk. Hát szerencsétlen még mindig ugye itt van az a Hyper SLI, amivel küzdöttem. Hát szerintem nagyjából tök mindegy, hogy melyiket indítom el. Na, hadd szóljon. Elindítjuk a 3D Mark 06-ot, és utána megyünk és építjük a kukaszökevényt, meg még jól megnézzük a Pentium 2-es gépet, hogy milyen játékok vannak rajta. És hát, hogyha még nem osztottad volna meg a live-ot, akkor légy szíves, tegyed meg. Küldjétek a szívecskéket, gyerekek, az ingyen van. Ajándékot pedig ne küldjél, mert azt majd jövő hét hétfőn kell küldeni. Úgyhogy tudjátok, hogy nálunk nem kell ajándékot küldeni, annélkül is nyomatjuk itt a jóféle műsort. Úgyhogy vasárnap is lesz műsor, akkor pedig a piacra fogok kimenni, és megint piacolunk valami jóféle motyeszt. Na, be is töltött a Windows 7, és ha minden igaz, akkor a GPU-Z már mondja is nekünk a frankót, hogy van benne egy 88 GTX, haló, indulj már el. Na, összeszered magad, itt is vagyunk, GeForce 8008 GTX, G80-os GPU, blablabla, stb. Na, hadd szóljon 3D Mark 06. Ha van kedvetek, majd még tesztelünk videókártyákat, mert még mindig van egy pár, amit meg kell nézni, hogy működőképes-e, vagy nem. Mert hát nagyon most... Ja, hát még miért ne néznénk? Ha van kedvetek, majd még tesztelünk videókártyákat, mert még mindig van egy pár, amit meg kell nézni, hogy működőképes-e, vagy nem. Mert hát nagyon most... Ja, hát még miért ne néznénk? És már indul is. Természetesen most se fogjuk végignézni, csak látjátok, hogy elindul. Aztán majd, hogyha lefutott, akkor vissza fogunk rá nézni. Hát kérem szépen, van itt FPS, van itt FPS. Na hát, pöfög ezerrel a 3D Mark 06, az egyik legjobb 3D Mark 06, ha nem a legjobb, nem a legjobb, mert a legjobbak 3D Mark 2001 volt, szerintem. Igen. Na, szóval egyelőre ezzel akkor most ennyi, aztán majd még foglalkozunk videókártyákkal, van ott több kártya is, amit még szeretnék megnézni. Most pedig térjünk vissza a kukaszökevényünkre, ami már nem sokáig kukaszökevény. Szóval ott jártuk, hogy tudtad-e, hogy egy programot a legegyszerűbben úgy nyithatsz meg, ha rákattint a start gombra, majd a program ikonjára. Hú, micsoda info! Ekkoriban ez azért elég nagy info volt, mert ugyebár a start menü, ami máig szerves része a Windowsoknak, ugye a Windows 95-ben jelent meg először, és hát szerves részét képezi a Windowsoknak máig. Na hát most lekapcsoljuk a gépet, a francért nem hoztam egeret. Mindent hoztam, csak egeret nem. És itt meg most nincsen sorosportos egerem. És a francért vittem ki az összes sorosportos egeremet. Na, lekapcsoljuk a gépet. Alt F4, kilép a rendszerből. És mindjárt bepattintunk egy jóféle videókártyát. Már mehet is, hiszen most már kikapcsolhatja a számítógépet. Na, köszönjük szépen, hogy megengedi. Puff, úgy is van. Na, kérem szépen, akkor jöjjön a videókártya szerelés. Mindjárt visszateszlek ide titeket a telefontartóba. És hozok egy csavarhúzót, mert annélkül nem fog menni a mutatvány. Kiszedjük belőle ezt a jóféle Trident csodát, és reméljük, hogy ezért szemetel a kép időnként. Fú, de jó, bele van húzva. Addig nem akarom berakni a IO-portot ide hátra, mert hát ugye ezt is ki kellett volna próbálni. De olyan hülye vagyok, hogy elmentem egérére, és mindent hoztam, csak egeret nem. Hát ez egy Trident TVG, a 9000 videókártya volt benne, és 4 darab memória modul van rajta, tehát ez egy fél megabajtos, vagy 512 kilobajtos videókártya volt benne. Sérülést, hibát nem látok rajta, lehet, hogy a memóriai cég hibásak rajta valamelyik, azért szemetel. Na, rakjunk bele egy... nem lett megszavazva. Na, mit rakjunk bele? Hát az 1 megabajtos kártyát annyira nem szeretném belerakni, mert van itt 2 megabajtos is. Mit rakjunk bele? S3 Verge vagy Ati? S3 vagy Ati? Szavazzátok meg, kedves Snake, rakjad ki a szavazást, hogy melyik kártya legyen
belerakva a gépbe, S3 Verge vagy ATI kártya legyen. Amíg ezt megszavazzátok, addig hát rakjuk össze a gépet, mert most már azért ne logjon szegénykémnek ennyire a bele, hiszen most már összefele rakjuk a gépet, hiszen hamarosan el fog készülni. Van egy csomó 4 MB-os memória modulom, ebből vannak 16 MB-osnak álcázott 4 MB-os memória modulok. Hát ezeket nem tudom, majd valamit csinálok velük. 4 MB-os modul az nem érték, mert nagyjából ettől csak nagyobbak vannak. És hát inkább a 8 vagy még nagyobb a méretű modulok, amik inkább értéket képviselnek. Most egy kicsikét le kell húznunk a gépről a merevlemezt és az optikai meghajtót. Az optikai meghajtót már még vissza kell tenni, mert ezen vannak azért már még programok, amiket fel tudunk, vagy hát fel kell telepíteni a gépre, és így lesz a legegyszerűbb. De most ugye kicsikét könnyebben hozzá férek a tápnak a beszereléséhez, hogy ezek nincsenek benne. Na hát, már is egy fokkal jobban néz ki a gép, pedig még semmi nem történt, csak a tápot vissza fogjuk helyezni. Hát lényegében elég sok mindent kicseréltünk ebbe a gépbe, mert ki kellett cserélni a tápegységet, ki kellett cserélni a merevlemezt, kellett belerakni egy processzort, ki kellett bővíteni a memóriát, ki kellett cserélni a videókártyát, úgyhogy nagyon sok mindent meg kellett rajta csinálni. Szóval igaziból jó alapnak tűnt, és hát a végeredmény az az, hogy a házon kívül igaziból mindenki lett cseréve rajta. Úgyhogy nem baj, gyerekek, el fog készülni, és valaki majd örülni fog ennek a gépnek, jó szolgálatot fog tenni. Meghalt a basszus, meghalt a videokártya. A 8008 GTX. Hát szokás szerint persze live-ba. Mikor máskor? Jó, hát ez akkor ennyi volt. Megint nem futtatjuk le a 8008-at. Kék halál! Sok-sok csíkkal. Nagyon jó, pedig ez egy jó kártya volt. Meghalt. De jól néz ki. Reseteljük ki. Fogadjuk, ma újraindításnál is már meg lesz dögölve. Béke poraira. Hullanak a 88 GTX-ek. Áj, de szép a kép. Jaj, de szép a kép. Ha, pedig láttátok, eddig még jó volt. Elkezdett futni a 3D, már elment félig. Aztán már be van csikozva az egész. Jaj, de örülök neki. Na, mi lesz veled, tesó? Tök mindegy, mert most oké, hogy itt még egyelőre nem csikoz, de amint mindjárt beadja az oprendszert. Hát megint nem lesz összehasonlítva. Mert ezek... Ez elhalálozott szegényke. Hát igen, egy eléggé hullós fajta volt a 88 GTX. Hát be se adja a desktopot. Meghalt. Hát jó, akkor erről ennyit, gyerekek. Nem lesz összehasonlítva. Jó, mindegy, higgyétek el, a sima 8008 GTX 768 MB memóriával pontosan olyan gyors, mint az Nvidia Quadro FX 5600-as, másfél gigabyte memóriával. Ja, jól mondtam, másfél gigabyte memóriával. Ajaj. Na jó, hát mindegy, majd tesztelünk másik videókártyát. Ez megadta magát. Nagyon jó. Na, meg volt a szavazás, gyerekek? Mi volt a szavazásnak az eredménye? Mit szavaztatok meg, mert nem tudom megnézni. Mit kell belerakni? Mit szeretnétek? Milyen videokártyát rakjunk bele? Mi lett a szavazásnak a vége? Írjátok meg, azt akkor azt a kártyát rakjuk meg, ha egyáltalán volt kint szavazás. Hogy akkor mi legyen, S3 Verge, vagy az ATI kártyát helyezzük a gépbe. A gyenge trió, nem trió? Triót szavaztatok meg? Hát jó, hát akkor legyen trió. Mi van veletek? Azt hittem, hogy úgyis az ATI-t fogjátok. Na, akkor ezt rakjuk bele. Tök mindegy, 486-osnak tök mindegy. Na jaj, igen, még a tápot akartam becsavarozni. Még egy csavart rakunk bele. Aztán utána már is mehet akkor bele a PCI-os videókártya. Felnyitjuk itt a V8-at, gyerekek. V8-at felnyitjuk. S3 Trio. Akkor legyen ez benne. Mindenképpen előrelépés lesz a benne lévő Trident videókártyához képest. Hangkártyát is fogunk majd még beletúrni, de az most nem lesz egyelőre. Egyelőre álljon össze a cucc, aztán a hangkártyát majd a legvégén fogom belerakni. Úgyhogy most szépen berakjuk akkor a videókártyát, rádugjuk a monitort. Ezt a benne lévő Winchestert, ezt még vagy innen ki kellene kendácsolni,
Nem, ügyesen rá lett rakva a kötegelővel. Jó van az úgy, jó van az úgy. Elven, nem tudom, van itt egy csípőfogó, akkor én ezt már most szedem is ki. És akkor, hát a Winchestert most még nem fogom belerakni, mert még nem tudom, hogy honnan fogok hozzá szerezni, beépítő keretet van. Csak ilyenkor, amikor kéne, akkor nem tudom, hogy hol van. De magát az optikai meghajtót azt már bele lehet rakni, úgyhogy meg is csináljuk az optikai meghajtót. Gyorsan kiszedjük a benne lévő eredeti 40 megabajtos merevlemezt, ami ugye láttátok, hogy hibátlan, van rajta valami raktárkezelő szoftver. Úgyhogy ezt a Winchestert ezt nem fogom letörölni, majd elteszem valamikorra, aztán majd valamire majd jó lesz. Na, és akkor ennek a helyére az optikai meghajtót fogom belerakni, illetve fog még kapni a gép egy nagy floppy meghajtót is, mert azzal a feelinges, rá van írva, hogy mami, az van ráírva, hogy ez nem mami, de mami. Na, az lesz akkor, hogy ide szépen bepattintjuk az optikai meghajtót, illetve keresünk bele egy nagy floppy meghajtót is. Na, azt mondja, hogy nagy floppy meghajtó, már itt is van a nagy floppy meghajtó, egy szintén színbe hozzáillő drive ez, szépen berakjuk, és olyan pofás lesz ez a gép, hogy eldobjátok az agyatokat, valaki nagyon fog neki örülni, vagy legalábbis remélem. Csavar, szerintem ez nem a nagy floppy-ba való, mert ez sűrű menetes csavar. Aha, kicsit kisebb csavar kell hozzá. Na, mindjárt keresünk hozzá a csavart. Az is van kéznél szerencsére. Gyorsan berakjuk, aztán utána belerakjuk az optikai meghajtót. Úgyhogy mondom én, gyerekeket, tök jól állunk ezzel a géppel, tök jól állunk. Nem tudom, a hányadik live után vagyunk, hogy csináljuk ezt a gépet, harmadik, negyedik? De most már azért látszik az alagút végén a fény. Ugye tudjuk, hogy már sokat nem szívtunk ezzel a géppel, de hát legyünk őszinték, hogy mindent ki kellett benne cserélni, meg játszogatni kellett vele, azért ez is felér egyfajta szívással. Úgy is van. Azt mondja, keresünk rá Molex csatlakozót, ugye a nagy flopira még a hagyományos Molex megy rá. Ezt mindjárt oda beleoperáljuk. Az lesz a legegyszerűbb, hogyha kiszedem a kis flopiból is a kábeleket, és akkor jobban meg tudjuk csinálni a kábelmenedzsmentet. Nem tudom én ezt kihúzni. Azt a rohadt bevosszorulva. Na, hogy vagy te? Floppy kábel, kérem szépen. És akkor Molex. Van nekünk három Molexünk. Az egyik mondjuk az pont úgy megy, hogy a CPU ventilátorról lesz tovább vágasztatva. Szerintem a nagy floppy olyan túl sokat úgyse lesz benne használva. Minden esetre bekötjük, de ha esetleg kontaktos és pont nem kapja el a gépszíjat a cucc, akkor is igazából túl nagy jelentősége nincsen. És akkor beszéltük ugye, hogy a nagy floppy kábel, illetve a floppy kábelre a csavarás utáni rész lesz az A meghajtó, ez lesz akkor a kis floppy, a csavarás előtti rész az pedig megy a nagy floppyra, az lesz a B meghajtó, ezt majd be kell állítani, B meghajtót be kell állítani a BIOS-ba. Na, ez oda szépen rámegy. Hát eléggé szűkösen vagyunk, eléggé rövid a kábel, de nagyjából pont kiadja. Ezt is rárakjuk, a floppyra a szokásos floppy kábelt kell rápöccinteni. Hozzátok meg a live-ot, gyerekek, ha még nem tettétek volna meg, illetve nyomassátok a szívecskéket, az ingyen van, ajándékot ne küldjél, mint tudod, illetve iratkozzál fel. Ha még nem tetted volna meg, mindent elmondtam, most így egy szusszal, és jó, ez is megvan, ide felülre pedig rá fogjuk rakni a gépnek a... Hűha, tudjátok, hogy mit rontottam el? Lehet, hogy nem rontottam el. A Winchestert. Ugye a Winchestert azt majd akkor betesszük alulra. Viszont, hogyha alulra tesszük be, akkor lehetséges jobban jártam volna, hogy a Winchester és az optikai meghajtó egymás alá fog kerülni, mert ugye egy kábelen lesz a kettő eszköz, és jó ez így. Jó ez így, pont el fog férni. Jó ez így. Elég hosszú a kábel, le fog tudni menni alulra. Na, optikai meghajtó. Hova raktam az optikai meghajtót? Ide raktam az optikai meghajtót. Ezt be kell jumperolni slave-re. Azt mondja, hogy itt van a leírás,
hogy hogyan kell rakni a jumpert, master, slave vagy cell. Én, ugye a cell az az, hogy elvileg automatikusan felismeri, cselesen kitalálja, hogy hogyan kell jumperolni. Én azt általában nem szoktam használni. Dedikáltan rá kell küldeni master vagy slave, ugye Winchester a master, slave lesz az optikai meghajtó, pont úgyis van a jumper. Ezt ide szépen beküldjük. Na. Miért nem megy ez oda be? Basszus! Azt! Ajaj! Ajaj! Azért nem megy bele, mert ez a sín, amiben bele kéne csúszni, ez szét van barmolva. Hát ez remek. Ez remek. Most ezzel mi a francot csináljak? Kezdjem el itt a live-ba feszegetni, vagy mit csináljak? Most ezt miért csinálták így meg? Ezt nem hiszem el. Ki volt az a barom állat, aki ezt így elgányolta? Hozzá se férek. Na, kicsit lejjebb tudom görbíteni. Ilyenekkel kell nekem szívnom, gyerekek. Hát tiszta hülye vagyok. Hiányzik ez nekem? Aha, már beljebb ment. Látjátok, van haladás. De a belső sín is el van görbítve. Ah, persze, persze. Nehogy már egyszerű legyen a dolgom. És ez hozzá se férek rendesen. Mindjárt hozok itt egy pájszert, azt majd azzal valahogyan kiegyengetem, kikalapálom. Hozom mindjárt Nemes Sanyinak a szerszámait. Autószerelő, aztán itt hagytam úrkor a szerszámait. Most milyen jó jönne, hogyha itt lenne? Tényleg nem tudom, hogyan fogom visszafeszegetni. Nem fogom tudni berakni. Hát, ez egy szívás. Jó, hát ezzel én most nem készültem, hogy ez így el van cseszve. És jó kis izéből van ez még, vasbú van, öntvény. És nem úgy van az, hogy csak úgy... Látjátok, ez a különbség egy régi meg egy új gép között, hogy mostani gépek azok nyeklenek-nyaklanak. Úgy hajtogatom kis ujjal, ahogy akarom. Hát ez nem. Ez a csém, ez... Áll, mint Katiba a gyerek. Megmozdul, talán jó lesz, talán vissza tudom hajtogatni valahogy. De mivel meg, hogy a tényleg kalapáljam, gyerekek, ezt nem hiszem el. De a kalapát se fér hozzá, hát ez szar munka, fos munka. Na, még egy kicsit, az jó lesz. Na, nézzük meg! Nem röhög, együtt érez, nem XD-zik. Itt csinálom nektek a gamer gépet, legalább ne röhögjetek akkor. Tessék! Na! Profi munka! Há? Mert hogy néz ki? Hát nézd, milyen jó néz ki. Kérem szépen! Patika! Színbe is beillik, fizikailag is beillik. Na hát, figyeljél, profi munka! Bele lett hajtogatva, szó szerint. Viszont, ha Winchester még mindig nem fog belekerülni, nemes egyszerűséggel azért, mert nincsen beépítőm hozzá itt jelenleg kéznél. Ha Winchester az még mindig itt rá lesz pakolva ide a gépháznak a tetejére, viszont megnézzük, hogy működő képes-e a cucc. Azaz, most elég sok mindent csináltunk meg benne, mert bement a videókártya, bement a nagy floppy, ráment az optikai meghajtó, úgyhogy most egyszerre sok mindent csináltunk. Megnézzük, hogy mindent jól csináltunk-e, beállítjuk a BIOS-ba a nagy floppy-t, így. Ennek az aljára valamit kéne rakni, hogy ne a fém érjen a fémhez, na most ezt így ide, ideiglenesen. Na, hát már is azért annyira nem kuka szökevény, már csak egy kicsit. Jó van, értem, én még mindig lóg a bele. De azért, na hát nézd meg, hát profi munka gyerekek. Hát olyan milyen frankon meg lett csinálva. Még a Winchester-t kell belerámolni legalulra. Mondjuk ez még azért izgalmas lesz az egeret kitalálni, hogy jó-e neki, nem jó neki.
De haladunk. Na, hogy nézd, milyen profi. Kérem szépen. Hát már milyen jól néz már ki. Na, iratkozzatok fel, ha még nem tettétek volna meg. Prémium tagok pedig szabad jelentkezni erre a gépre. Bacsi is összerakja szép lassan. Ingyé lehet ért rá jelentkezni a kedves prémium tagoknak. És majd jól elfogom, aki megnyeri, meg szeretné, majd jól elfogom neki küldeni valamikor a jövő héten. És a gyerekek, innentől kezdve be van rögzítve a táp, benne van a 24 MB memória, benne van a PCI-os S3, mit raktunk bele? S3 Trio videókártyát, benne van az optikai meghajtó, Winchester majdnem benne van, belefeszegettük, hajtogattuk az optikát, úgyhogy gyerekek, kapcsoljuk be, mi baj lehet? Ja, hát szóljál már, áram nélkül nem megy. Wi-Fi-s áramot még nem találták fel, illetve de feltalálták, csak nem ekkora mértékben, meg nem ezeknél a gépeknél, de már majdnem. Na, akkor még rá kell küldeni. Ma se lesz kész a gép, mert az egeret még nem tudjuk kipróbálni, driverezni nem tudjuk. Jó, hát kapásból fordítva van rádugva a floppy meghajtó. Mert ugye folyamatosan világít a LED. Mármint a floppy meghajtóra a kábel. Úgyhogy ezt már is meg kell orvosolni. Azt mondja, méghozzá, úgyhogy az alaplapon megcseréljük a kábelt, megfordítjuk, ez így lesz. Visszadugjuk a kábelt így, és elvileg, hogyha nem világít folyamatosan a floppin a LED, akkor az azt jelenti, hú, várjatok! Be kell avatkozni a izébe, a TikTok Live stúdióba, meg 4 perc múlva kizár. Várjatok. Itt 4 perc múlva nem lesz nektek műsor, hogyha nem csinálom a kirakósat. Ó, rohadjál meg. Várjatok. Puzzle-t kell kiraknom. Ellenőrzés kész. Csak hogy lássa, hogy megy a live. Jó van, megcsináltuk. Ennyire profik vagyunk. Néha rá kell nézni. Na, kérem szépen, kapcsoljuk akkor be még egyszer a gépet. Hát azért majd mindig világít. Kurva anyádért világít, azt jel, bocsánat. Megcserítem a kábelt. Világít. Pusztulj már éhen, a flopin, megfordítom a flopin. Mert a nagy flopin nem tudom megcserélni, mert ott fixen egyféleképpen tudod rárakni. Akkor rohagy meg. Léci, működj! Nem akarok szopni a flopikkal. Most se jó. Hát mi a rohadt anyád van? Na világít. Nem kéne neki. Sem pont a flopival fogok itt szívni. Jó. Most már jó. Megjavult. Kérem szépen, megjavult. Billentyűzet, hát figyelj! És nem azért, hogy én csináltam, várjál, ki kell szabadítani a billentyűzetet. Nem azért, hogy én csináltam, de saját munkámra rákívántam. Jól néz ki, gyerekek! Bocsánat, csak itt a billentyűzettel küzdök. Most ezt így ide rakjuk. És nem azért, de most nem a mai nem néz ki jól. Világítanak a kis ledecskék rajta, tehát mekkora feeling faktor. Jó, a reset gombról hiányzik a kupak, az már így is fog maradni. Na, nézzük is akkor meg a BIOS-t, és azt mondjuk neki, hogy a drive A, mint 1,44-es drive, az stimmel, a drive B pedig akkor 1,2 megabajtos meghajtóként fog megjelenni. Lehet tuningolni, megmutatom, nem fogunk tuningolni, de lehet, ezt majd a következő gazdája fogja majd csinálni. Te autó konfigurációt, hogyha kikapcsolod, akkor már is lehet állítani a cache memóriának a sebességét, a DRAM, a memóriának a késleltetését, ezeket mind lehet állítani. L2 cache, write back vagy write through, ugye write back az amúgy is gyorsabb. Szóval itt ilyen kis finom hangolásokat is lehet csinálni. Azt mondja DRAM speed, fel állítva fasterre. Fastest, leggyorsabb tuning van gyerekek, ennyi normál, fastest. Hát itt minden van, kérem szépen. Szét lehet tuningolni az egészet. Tuning, gyerekek, ez egy tuning gamer
retro számítógép. Szét tudod tuningolni az agyát, szét tudod vele gamerkedni magadat. Duke Nukem, Doom 2, Heretic, Hexen, Stance, Prehistoric 2, Wolf 3D, hát Raptor, Sin City 2000, Simfarm, minden lesz gyerekek, minden lesz kérem szépen. Ha szeretnéd ezt a gyönyörű gépet, prémium tagként már is jelentkezhetsz rá, ez volt a reklám helye, de a legfontosabb, hogy feliratkozzál és nézd a műsort meg, hogy osszad meg. Azt mondja, hogy hadd szóljon, na nézzük, hogy szépen bejelentkezik el posztképernyőnél a floppy meghajtó. Meghajtja, meghajtja. Jó, posztképernyő bejön. Hát ennyi gyerekek, hát működik kérem szépen. Ott van a CD-író, NEC, Quantum Pioneer Winchester, hát ennyire jó vagyok, összerakom és működik. Oda néz, kérem szépen, nincsen pixel hiba, nincs textúra hiba. Szárnyal a Windows 95, szárnyal a Windows 95. Már csak egy nyomvat tegér kellene rá. Még azzal még azért lehet bukni. De remélem, hogy már nem fogok bukni. Jó van, tudom, nem érzékelsz billentyűzetet, egeret. Jó, hát egyelőre ennyi. Most meg dobunk rá fel pár kis programocskát, talán még játékocskát is tudunk. Mert megnézzük, hogy az optikai meghajtó működő képes-e, mert ezt megint vakon... Ja, már kéne is a telepítőnek, nézzétek meg. Lehetséges, hogy ez meg most nem is fogja látni a D-meghajtót, mert pont azt akarná feltelepíteni, és nincsen telepítőnk. Ájjaj. Jó, ez eddig tök jó. Egyetlen egy probléma van, hogy bent hagytam ebbe az optikai meghajtóba a telepítőlemezt. Azért menő. Na, méghozzá, hát most miután nincsen több molexem, ezért jöjjön akkor ez a gép, ezzel már nem foglalkozunk. Tunk egy ideje, úgyhogy itt az ideje kicsikét foglalkozni ezzel is. Amiben lekotlott a GeForce 8008 GTX videókártyám, ezt is miattatok csináltam. Mármint nem azért, hogy megöljem, hanem hogy miattatok itt nyomom a műsort, aztán itt a műsor alatt lepusztul a videókártya. Most meg vágjak hozzá jó pofit. Jaj, de jó, hogy meghalt a videókártya. Jaj, de jó, bacsis, ennek is örül. Ez van. Most nem tudunk mit csinálni, sírni nem fogok. Nem baj, van másik, nem cseszed ki velem, van másik. Meg van harmadik, szóval nem baj. Mármint de, baj, de most nem tudok vele mit csinálni. Szegény. Rip. Meghalt. Helyette, amit ki szeretnék próbálni, a döglött videókártyákat ide rakjuk, a jó videókártyákat még ide rakjuk. Akkor ez már egy döglött. Következő kártya, amit ki szeretnék próbálni, az pedig, mindjárt itt van, nem fűzök hozzá sok reményt, egy GeForce 9000, nem 9000 az, GeForce GTX 280, amit az MSI egy kicsikét különcként 280 GTX-nek nevezte, tisztára, mint a mostani divatnál, hogy utólag van a nevezéktan, és hát ez egy elég poros kártya, bízunk benne, hogy működőképes, az Nvidia G200-as GPU található rajta, ez még 65 nanométerrel készült, Super OC azért, bátor volt az MSI, bevállalt egy ilyet, hogy agyon tuningolt GTX 280-at, tehát annyira koppon mentek ezek a kártyák, nem véletlenül nézd meg, 1.8-as és 1.6-os táp kellett neki, brutál sok fogyasztása volt, és még akkor az MSI kicsit megküld, tehát vannak kételjeim, szóval 2008-ban jelent meg ez a kártya, és 240 shader egység található rajta, illetve 1 GB GDDR3 memória, 512 bites memória vezérlővel jött ki a kártya, ami a korábbi szériához a 8008 GTX-hez képest mindenféleképpen előrelépés volt. Ez volt az Nvidia-nak az első 512 bites memória vezérlővel ellátott kártyája. A DirectX 10.0-át támogatta a kártya, sajnos ez volt neki a fő hátránya, mert amikor már megjelent, már ugye kin volt a konkurens Radeon HD 3870, sőt ugye 4870 is, tehát akkor már egy ideje piacon volt a DirectX 10.1-es ATI kártyák,
és ugye az Nvidia nyers erőből akarta megoldani. 2012-3 környékén ez a kártya már igaziból használhatatlan volt, szóval amikor kijött, brutál erős volt, de pillanatok alatt elavult, úgyhogy viszont az a játék, ami elindul rajta, az maximum grafikán megy rajta, hát ami meg nem indul el, az meg nem úgy van, hogy szaggat, hanem az meg se nyikkan, tehát vagy nagyon megy rajta egy játék, vagy nagyon nem, és hát miután ugye ezek, mint mondtam az előbb, hogy eléggé koppon voltak hajtva, ezért hát hullottak elég rendesen. Megnézzük, hogy működőképes-e. Ebből is amúgy pusztult már meg nekem teszt alatt kártya, úgyhogy remélem, hogy működőképes, mert ilyen hülye vagyok, hogy elteszem jóként a kártyát, csak hát tudjátok, nekem az a mottom, hogy mindent a kéznek, meg használjuk, meg jó katona háborúba veszik el. Hát elvesznek. Az a nagybőrös helyzet, hogy elvesznek. Na de, ugye azért is fontos most ezt a gépet bekapcsolni, kipróbálni, hogy a meghajtónkból kiszedjük a Windows 95 telepítő lemezt. Szóval erre a meghajtóra, hát most ugye kábelt nem kötünk, csak tápot teszünk, hogy ki tudjuk venni a lemezt. Azt mondja, hogy adjunk áramot a gépnek, mert az most pont nincs. Úgy is van. És akkor, hát, mi baj lehet, gyerekek? Vagy füstöl, vagy nem. Hogyha elmegy a villany, akkor baj van, gyerekek. Jó estét kívánok, nézzétek a live-ot, akik még most csatlakoztatok, illetve iratkozzatok fel, és osszátok meg a live-ot, mert itt aztán nagyon jóféle dolgok mennek. Például Windows 95 telepítés is volt. Na, optikából kiszedtük a lemezt, ugye nekünk most ez fog kelleni. Nézzük, mi történik. Hát figyelj! Ha jó Isten az egyik kezével elvesz, a másikkal ad, vagy fordítva, nem is tudom, hogy kell mondani. Jó, tudom, ez még semmit nem jelent, de pozitív, hogy van kép. És nem csikozik. Start Windows normális. 88 GTX minusz, GTX 280 plusz. Na hát, vegyes az escape, gyerekek, vegyes az escape. Ez hihetetlen, hogy itt a live alatt döglik meg, amúgy. Nonsense, de hát mindegy. Na, GTX 280, mindjárt megnézzük, hogy betölt-e a Windows. Hát betölt, kérem szépen, betölt. Elindítjuk rajta a 3D Mark 06-ot, érdemes lenne nézni, na mikor pusztul meg, most, vagy mikor? Ajaj. Na, azt mondja, hogy GPU-Z. Azért jó ez a Winchester, ugye ez egy sokszor feltelepített, mármint egyszer van feltelepítve, de rengeteg sok alaplap és videókártya volt rajta, alatta, mert igaziból bármilyen hardvert rakok össze, maga a Windows már egyből fel is fogja ismerni, úgyhogy tessék, itt is van, GTX 280, ahogy mondtam, GT 200-as GPU, nem a B, hanem a sima, ez ugye még 65 nanométer, GDDR3, 1 GB RAM, 240 shader egység, DirectX 10.0, és itt már PCI Express 2.0 volt, és akkor jöjjön a 3D Mark 06. Amíg fut, addig visszamegyünk egy kicsikét még a 486-os gépre, és folytatjuk a Windows 95 konfigurálását, amit majd jól el fogok most már ajándékozni, jövő hétre készen lesz ez a gép. Na, hát, hadd szóljon, mindjárt megvárjuk, hogy elinduljon, és még egy picit még azért nézegethetjük a P2-es laptopot is, mert igaziból még van rajta még ez az. Na hát figyelj, a 88 GTX-en, láttátok, 80 FPS volt, amíg működött, itt azért 100 FPS-sel pöfög itt a 3D Mark 06. Működik! Kíváncsiak meddig? Most még jó! Most is jó! Még mindig jó! Még most is! Na jó, ne hülyéskedjünk! Na, egyelőre megy! Kíváncsi vagyok meddig! Na, kicsikét foglalkozzunk még ezzel a kis P2-es laptoppal, mert biztosan jöttek új kedves nézők is, akik még nem látták. Hát itt csak így érdekességképpen foglalkoztunk ezzel a kis P2-es laptoppal, megmutogattam, tényleg egy nagyon-nagyon tip-top állapotú kis laptop. Pentium 2. Artist márka, nehéz, mint a sár. Szerintem van vagy 4 kiló, olyan furcsa most már egy mai gép után megfogni egy ilyen gépet. Tehát maga a mérete az teljesen kompakt. Tehát így, mint egy mostani laptop. Vastag, jó persze vastag, de hogy nehéz, tehát szabályosan, konkrétan nehéz a gép. Floppy meghajtóval, CD meghajtóval,
csomó kivezetéssel, és PS2 port, párhuzamos port, soros port, ja, nem is mondtam, és nézzétek meg, hogy milyen menő, merevlemezt egy csavarral ki tudom szedni, és lehet cserélni, lehet bővíteni a merevlemezt, egyetlen egy mozdulattal nem kell szedni atomjaira a gépet, úgyhogy így néz ki, nem egy nagy márka, Artist, soha nem hallottam róla, ez egy, ha jól láttam, a gép alján ugye rá van írva, hogy Made in Germany, tehát ugye ez egy eredeti német gép, ami valószínűleg a német belpiacra készült, Model Max Data Artist. Ez egy Max Data, így már azért ismerősebb, a Max Data azért elég sok gépet gyártott. Hát, ja. Manufacturer Max Data. Max Data Artist, egész pontosan ennek a gépnek az a neve, és beszéltük róla, hogy milyen menő, mert még a német nyelvű kézikönyve is megvan a gépnek. Ugye olyan érdekes, hogy alaplapot, videókártyát találsz máig a piacon, aminek megvannak a doboza, kézikönyve, de ugye a laptopok így eltűntek, tehát így nincs, kidobálták őket. System, Intel Pentium 2 processzor, mit? 300 MHz. Nagyon jó. Das im Modul beinhaltet einen internen. Na hát kérem szépen, megvan a német nyelvű kézikönyve. Szóval ezzel is egy kicsikét így foglalkozgattunk, tényleg csak így mint érdekesség. Játszottunk rajta egy kis GTA 2-t, most visszakapcsolom, meg valamit megnézzünk rajta, ha már itt van, és akkor folytatjuk a 486-osnak az élesztésével. Szegény hibernálásból fog most visszatérni, lehet, hogy egy kicsit el fog neki tartani. Úgyhogy, itt vagy, hát kérem szépen, itt is vagyunk. Egy kicsit talán jobb. Na nézzük, mi van még itt rajta. Hun az egér. Nem látom az egeret. Az, hogy ti nem látjátok, oké, de még én se. Windows Millennium, mi? Megjöttünk. Megjött az egér is. Már túl sok minden még nincsen rajta, de hát meg tudjuk tenni a CD-t, aztán tudunk rá telepíteni valami jóféle játékot. Megnézzük az aksit, hát hogyha megjavult időközben, már nem hiszem, már nem 0% nem tölti az aksit. Ugye beszéltük, hogy az akkumulátora rossz. Van Quake. Van Quake, kvérem szépen a Quake-et. Csinálom neki egy parancsikont. Azt hiszem ez volt, igen, nagyon jó. Quake. Szépen kihúzzuk a parancsikont. És akkor, hát indítsuk el, nem játszunk sokat, tudom, hogy nem szeretitek a játékot, de mint érdekesség megnézzük, hogy ez a jóféle kis gép. Gamer, ez is nálunk mindenből gamer lesz, hogyha nem gamer, akkor is gamer lesz. Már indul is. Hát kérem szépen, minden van itt. Hang. Quake. Az első valódi 3D-s játék. 1996-ból. Ha jól emlékszem. Na, még itt pöfög a Quake. Addig nézzük meg tehát a kukaszökevényünket. Na! Itt a kukaszökevény, ami most már tényleg egyre jobban hasonlít a gamer számítógépekhez. Ott pöfög a Quake, gyerekek, hát minden van. Betesszük a kis lemezünket. Videokártyát biztos kézzel kell majd feldriverezni. Úgyhogy azt nem, azért mondom, ezzel a géppel még van egy kis sok munka, de a következő live-ra el fog készülni, és valamelyik prémium tag, aki szeretné, örülni fog neki. Ha többen jelentkeztek rá, srácok, akkor sorsolás lesz. Természetesen full hivatalosan. Az se biztos, hogy működik a CD meghajtó. Betöltött, nincsen textúrahiba, nézzétek meg, makulátlan, kicseréltük a videókártyát. Full hibátlan, gyerekek, a S3 videókártyával. Na nézzük meg, hogy látja-e a... Látja, gyerekek, látja, hát kérem szépen, itt vagyunk. Itt vagyunk, van CD meghajtó. Dobjunk fel egy progikat.
Windows Commandert, felmásoljuk a Windows 95-nek a telepítőjét, aztán utána egy újraindítás után még fel tudjuk telepíteni a megfelelő drivereket, amit felismer esetleg automatikusan. Ó, de nézd, pörögám, 486 DX, nem, AMD 5x86, 133 MHz, hát fenn is van a Total Commander. Dobálja az ablakokat, hát minden van, kérem szépen, minden van. Még játékot is tudunk rá másolni. Quake-et is akár rá lehetne rakni, bár a 486-osoknak a gyenge FPU-ja miatt nem nagyon alkalmas futtatni. Nézzétek meg, A meghajtó, B meghajtó, C meghajtó, D meghajtó, E meghajtó nincs. Na, létrehozunk egy Games mappát. És megnyitjuk, most fog kiderülni, hogy működik a CD-ROM, ja, persze működik, mert most telepítettünk róla. Azt mondja, hogy Windows 95-öt szépen felmásoljuk a Winchesterre, fontos, hogy az ott legyen mindig. Van egy Games mappánk, hát olyan túl sok minden amúgy nincs ezen a lemezen. DX, bal meg Quake. Jó, hát most játék amúgy se lesz, videókártyát még előtte fel kell telepíteni. Meg még a hangot is, kap még a gép egy hangkártyát, még nem tudom milyen formába. Vagy egy Sound Blasterrel fogom megajándékozni a gépet, vagy egy Yamahát végre be fogok üzemelni. Úgyhogy nézzétek meg, működik a meghajtó, hibátlan, hibátlanok vagyunk, és milyen szép lett, gyerekek. Milyen szép lett a gép. Minden működik, teszi a dolgát. Prince of Persia megvan-e? Hát az eredeti klasszikus Prince of Persia igen, megvan, de az nagyjából 286-os számítógépre való. És menjünk kicsikét vissza. Quake, Quake. Quake a Pentium 2-esen. Gamer, gamer, gamer. Nagyon gamer. Oda néz, 60 FPS. És még nem gamer, és még nem gamer. 60 FPS, gyerekek. 3D-s játék, 3D-s videókártyával. 60 FPS. Gamer. Ha? 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 Lefutott GTX 280. Hello, GTX 280. Hello. Megjöttünk, megjöttünk. Minusz egy 88 GTX. Plusz egy GTX 280. Hát... ja, nem tudom, hogy most sírjak vagy nevessek, de hát ez van. Na, szóval van még egy működőképes videókártyánk. Jöjjön a következő, amit le kell tesztelni. Lekapcsoljuk a gépet. Köszönjük szépen a 3D Mark 06-nak. Következő videókártyánk, amit le kell próbálni. Azt mondja, hogy már egy ideje ezt leszerettem volna tesztelni. Az pedig nem más, mint egy GeForce GTX 280. Ez viszont egy Asus. És félek, hogy ez nem fog működni. Nagyjából szét vannak rohadva rajta az SLI csatlakozók. Valami, nem tudom, ami trutyi rajta van, de le se tudom róla szedni. Hát meglátjuk. Meglátjuk, viszont hogyha van még egy GTX 280-asom, akkor for fun, SLI-be össze lehet majd őket rakni. Na. Azt mondja, hogy úgy vagyunk, hogy működő sor videókártya, teszteletlen videókártya, hibás videókártya. Na, így néz ki a sor. És akkor a működős kártyák közé megy a GTX 280, amiről, hát figyelj, amilyen szegény piszkos állapotban van, jó az egy dolog, meg se fordult a fejembe, hogy működőképes lesz-e. Alapjában véve ez az Asus gyártmány, ez egy szép kártya, szép állapotban van, nem poros, nem dzsuvás, csak az SLI csatlakozó kezdett el szétrohadni. Nézzük meg, hogy akkor ez a kártya mit mutat 3D Mark 06 alatt. Hú, de szép volt ez a mondat. Ez a kártya mit mutat 3D Mark 06 alatt? Rádugjuk a tápcsatlakozót. Aztán hadd szóljon, kérem szépen. Vasárnap ne felejtsétek el, piacos live lesz, ha minden igaz. Kicsikét korábban fogok kezdeni, olyan fél tíz fele szerintem kezdődik a piacos. Ja, bocsánat, itt már látjátok a szerelést. Kicsit félrement a kamera. Kb. Fél tíz fele megy a piacos live. Kicsit előbb fogunk majd neki állni, úgyhogy... viszont amit veszek, előre szólok. Na, ez full komoly, ezt meg kell beszélni, gyerekek.
ezt meg kell beszélni. Face to face. Mert itt nem hülyéskedés. Szóval, azt kell mondanom, hogy nagyon élveztem én is a piacos live-ot. Aki esetleg nem tudná, mindjárt folytatjuk a tesztelést, de ezt szeretném elmondani, és most ezt nem hülyéskedem, ez komoly. Tehát élveztem én is ezt a piacos live-ot. Kicsit fáztam tőle, hogy nem fog úgy menni, egyrészt jól ment, meg hogy nem úgy fogadják a piacon az eladók, hogy én ott kamerázok. Jó, volt, aki hőbölgött, lehet, hogy következőre meg is vernek. Már csak ezért is érdemes nézni, lehet, hogy megverik bacsist, érte? Na jó, bocs, egy kicsit megint elhülyeskedtem. Szóval jó volt, jó sokan néztétek, jó volt, de azt azért el szeretném elmondani, hogy volt olyan hardverelem, amit csak a műsor miatt vettem meg. Nem vettem volna meg, csak a műsor miatt vettem meg. Igen, bejött, működött, majdnem minden. Csak ezt azért mondom el, mert ezt most is így fogom csinálni, hogy persze biztos lesz olyan, amit a saját számíze szerint is így is megvennék, de lesznek vagy lehet olyan cuccok, amire azt mondom, hogy amúgy nem vennék meg, csak a műsor miatt. Jól néz ki, hogy megy az alkudozás, meg hát valamit azért vegyek már. Viszont ezt szeretném most leszögezni, még mielőtt azt mondjátok, hogy bacsis a pénzéhes, meg bacsis így, meg úgy. Ezeket a cuccokat, amiket megveszek, ezeket bizony, hogyha leteszteltem, és működőképes, vagy nem működőképes, kőkeményen pénzért fogom tenni. Azért, mert nekem arra nincs szükségem. És azért, hogy legközelebb is tudjak menni piacra, és legyen rá költőpénzem. A vicc az, hogy nem viszi jól, tehát semmi nyerészkedés nincsen bennem. Tudjátok, hogy nem a pénzért csinálom ezt az egészet. Nem véletlenül mondom azt, hogy ne küldjél ajándékot, csak is azért kell lehet ajándékot küldeni, hogy minél több ember nézze a műsort, hogy bekerüljünk a feltörekvő listába. Most ugye nem vagyunk benne, látszik a nézettségen is, hogy mennyire katasztrofális. Jó, tehát nem a pénzéhesség miatt szól ez az egész, nem a pénzért csinálom, de amire nincs szükségem, nem fogom megtartani, és ha legyen forgótőkém, azokat el fogom adni. Akár nektek fogom mondani, figyelj, itt van ez a cucc, akinek kell, megbeszéljük egy összeget rá, meg lehet venni, de tudjátok, nem a pénz miatt csinálom, nem a nyerészkedés miatt csinálom. Na jó, egy kicsit igen, elhülyéskedek. Na szóval, másik Asus GTX 280-as kártya. Nézzük meg, hogy mit mutat a tesztpadon, a monitor még azért kell rá. Iratkozzál fel, ha nem tetted volna még meg, illetve osszad meg, hogy ide jöjjenek a jóféle népek, mert itt videókártya, meg mindenféle téma most is pörög ezerrel. Kapcsoljuk is be, Asus GTX 280, tudjátok, ha elmegy az áram, akkor az azt jelenti, hogy zárat, aztán elment a Atya Úristen is. Bekapcsoljuk a kártyát. Ventilátor pörög. Jó, hát ez a kártya, ez szar. Ah, mégse szar. Ha, itt is vagyunk-e? Kérem szépen. Lehet, hogy ez is jó. Ha van itt jó kártya, jó Isten egyik kezével elvesz, másikkal megad. Ad még egy GTX 280-ast, ezt is itt előttetek a live-ba próbálom ki. Tényleg nem volt kipróbálva korábban. Ilyenkor a live miatt én is kicsit rá vagyok kényszerítve, hogy leteszteljem jobban, alaposabban a cuccaimat. Hiába teszem úgy el, hogy elvileg jó, az a biztos, hogyha le van tesztelve. Ezt lehet, hogy amúgy meg elsunyognám a tesztelést, így meg rá vagyok kényszerítve, hogy leteszteljem. Hát mondjuk annyi, hogy most ezt mindenképpen új hardverként ismeri fel. De minden esetre ez pozitív. Na, hát megmondom őszintén, elfáradtam, gyerekek. Úgyhogy lehet, hogy most befejezném a live-ot. Nagyjából idáig jutottunk. Szóval folytatni fogjuk vasárnap. Vasárnap nem lesz ilyen szerelgetős live, bár lehet, hogy lesz. Ma meglátom vasárnap este. Attól függ, mennyire leszek feldobva a piacozás után. Így vagy úgy, hamarosan befejezzük ezt a gépet. Még egyszer mondom, aki szeretné, prémium tag jelentkezhet érte. Ez egy kukaszökevény volt, most már áll össze a dolog. Működik a CD, flopik vannak benne, lámpák, ledek, minden működik rajta. Berakjuk a Winchestert, és készen van a gép. Majd még az egeret kell kipróbálni, hogy az működik-e rajta. Rajta van a Windows 95, úgyhogy felpakolgatjuk rá a játékokat, kap még egy hangkártyát, és akkor valaki ezt ingyenesen meg fogja kapni. Lehet rá jelentkezni. Ez pedig egy Pentium 2-es laptop volt, amit mint érdekesség hoztam be, és mutattam meg nektek, mert egy nagyon-nagyon szép állapotú gép kézikönyvével együtt. Ez volt, srácok, a péntek esti live. Örülök, hogy itt voltatok. Jó hétvégét mindenkinek, vasárnap a piacos live-on találkozunk. Pihenjetek,
Jó éjszakát mindenkinek!